Oké, srácok, szóval 2016 karácsonyán nagybátyám odaállt elém egy vonatjeggyel, mellyel Biancával lehetőséget kaptunk rá, hogy most nyáron körbevonatozzuk Európát. Kezdetben be is voltunk forcsizva rendesen, aztán végül nekiindultunk, végigjártuk Brüsszelt, meg Párizst, majd tovább is indultunk nem máshova, mint... Egy kis különbség a londoni tömegközlekedés és a magyar tömegközlekedés között. Magyarországon a metrók úgy csúnyák és koszosak, és szarakodni kell a jeggyel meg a bérlettel. Így gyakorlatilag 5 fontért, egyrészt hat szép a metró, gyönyörűen néz ki. Másrészt 5 fontért kaptunk egy ilyet, ez gyakorlatilag egy Boyzmann kartja. Rohadt jól néz ki, és meg egy ilyen király kis tartója is van. Ez gyakorlatilag egyszer odaérintjük, és egyszer vissza, és így megvan oldva minden. Tehát nem kell szarakodni a jegyekkel, és még a metró is jól néz ki. És akkor Danielünk még nem is tudta, hogy a londoni metrózás mennyire istentelenül drága. A londoni metró szakszerű és alapos kifilézése után fel is ültünk egy jól ismert emeletes buszra, ami zseniális élmény volt. Egyrészt a felső szinten ülni már a szokatlan magasság miatt is felért egy halálfélelemmel átitatott hullámvas utazással. Másrészt erre még rájött az, hogy a londoniak igencsak... bohém módon vezetnek. De mindegy, poén volt. Oké, itt egy rövid sztori. Szóval épp London utcáit róttuk, mikor találtunk egy ilyen tipikus angol mozdulatlan lovasőrt, tudjátok. Mármint nem, pompom sajnos nem volt a fején, az unalmasabb fajta londoni őr volt. A turisták természetesen, mint a dögevők állták körül és fényképezték tisztes távolságból. Ez így is ment, míg ez a család ki nem találta, hogy rendben van, akkor ők most beregtelnek mindenkit, megcsinálják a nap legjobb szelfiét, és a lóhoz kínosan közel állva kezdték el kattogtatni kütyüiket. Az őr persze nem szólt semmit, és a ló is bár láthatóan egyre idegesebben, de fegyelmezetten tűrte a tortúrát, míg nem anyuka ki nem találta, hogy neki ez még így sem elég, és egy határozott mozdulattal betolt a kislányát a ló alá, majd boldogan fényképezni kezdte. Ezt már láthatóan annyira a kislány sem élvezte, de azért vigyorogva áldogáltott, ám egy ponton a lónak elege lett, és a legelegánsabb, legangolabb módon vágott vissza, elkezdte zabálni a csajkabátját. Szerencsétlen kislány próbált menekülni, de nem tudott, a szülők sikítoztak, mi pedig a turisták többi részével igyekeztünk csak úgy módjával kiröhögni őket. De a legjobb reakció akkor is magától az őrtől jött, aki természetesen rendületlen fegyelemmel ült tovább a lomon, de azért lopva lesandított az események felé, és arcán egy pici, alig észrevehető mosoly jelent meg. Végül megérkeztünk a Buckingham palotához, ahol végignéztünk egy bohóly sapka felvonulást, majd vettünk is egy-egy belépőt az ideiglenesen megnyitott palotába. Ami csak pár óra múlvára szólt, úgyhogy addig el is sasszíztunk a Trafalgar térre, ahol megcsodáltuk a National Gallery-t, Doctor Who 50. évfordulós epizód nyitó jelenet, majd visszamentünk a Buckingham palotához, ahol vicces dolog történt. A Buckingham palota meglátogatása részemről igen viccesen sikerült. Az a lényeg, hogy mielőtt bementünk, nem akarom nagyon bőlére ereszteni a magyarázkodást, de rám jött egy igen durva szükség. És még az első teremben megkérdeztem az ott lévő őrt, hogy merre lehet elmenni WC-re, és ő mondta, hogy a kiállítás legvégén, itt a kertben van egy WC. Úgyhogy gyorsan végig is szaladtam mindenen, hogy elmegyek WC-re és utána visszajövök. Majd végül is itt a dolgom végeztével kijelentették, hogy így nem mehetek vissza. Úgyhogy hát ez egy baromi rosszul elköltött 21 font volt. Annyit láttam a Buckingham palotából, hogy biztos szép lenne, ha körülnéznék. Úgyhogy jó tanács nektek, menjetek el előtte WC-re. Ezután tovább mentünk a Westminster palotához, ahol rátaláltunk a Big Man-re, ami élőben nem is annyira big. Kicsi! Ez elmondhatatlanul pöttöm. Apró, pinduri, piszlicsári. De nem rossz. Majd tovább is indultunk a világ legnagyobb fidget spinneréhez, hogy kiálljuk az előtte kígyózó irreálisan nagy sort. Amúgy tök durva, hogy mint kiderült, a Londonite felvásárolta a Coca-Cola.
Mármint, miután annyi filmben és mesében láttuk, gyerekkorunk része volt, eljövünk megnézni, és kiderül, hogy az egész egy hatalmas kólamercs. De tényleg? Először Szabi, aztán ez. Ezután fogtuk magunkat, és szétzabáltunk két tál közepesen átsült igazi jó brit steaket, betettünk egy pillantást a Shardra, Dr. Who 7. évad 7. rész, a Towerre, Dr. Who 7. évad 4. rész, majd felsétáltunk a Tower Bridge-re. A híd közepén egy random kiállítást is találtunk, felmentünk a két toronyba, végig sétáltunk a fenti üvegpadlóval ellátott folyosókon, csináltam egy ilyen tök menő vágóképet, majd a gépházban nagy hatalmas pöfékelő masinákat is láthattunk. Ezután következtek a múzeumok, bementünk a National Gallery-be, ahol volt sok szép kép, meg megint Van Gogh, meg maga az épület is tök szép volt, majd a British Múzeumban, ahol láttunk egyiptomi múmiákat, meg ezt itten, ami mint kiderült, Kleopátra. Kleopátra! Csak így. Nem tudom, megvan-e, a franciáknál még a WC-n is Mona Lisa arra felirat volt, itt meg random sétálgatunk, és egyszer csak boom, szembe jön Kleopátra kicseszett hullája. Jó, ez picit parára sikerült, de a lényeget értitek. Ezután még végig sétáltunk a Millennium Bridge-en, megnéztük Shakespeare Globe-ját és annak a rettentő új dizájnját, de tényleg mi ez a láb felirat? Majd egy utolsót gyönyörködtünk a Piccadilly Circus-ben, ami benne van minden londoni filmben, valaha végül pedig könnyes búcsút vettünk a várostól, és az is tőlünk. Értitek, mert... végig esett. És tovább is indultunk utunk utolsó állomására, a fura házak, fapapucsok és legális füvezés hazájába, Amsterdamba. Itt sajnos már csak egy fél napot töltöttünk, úgyhogy nem fért bele túl sok minden. Először ellátogattunk a város főterére, az úgynevezett Dam térre. Amúgy ez milyen fantáziátlan már, mintha Párizs főterét Rizsnak hívnák. Aztán végig sétáltunk az egyébként irgalmatlan hangulatos csatorna rendszeren, majd az Anna Frank háznál beálltunk ebbe a sorba. Ahonnan két órán keresztül ki sem keveredtünk, aztán megnéztük magát a rejtek helyet, amit egy baromi érdekes múzeummal alakítottak át, csak fotózni nem lehetett, úgyhogy tessék, nézzétek ezt a táblát, gyönyörű tábla. Másnap pedig szomorúan, de élményekkel telveszedre lückötünk össze, és indultunk haza egy újabb zseniális 18 órás vonatozással az előző videóban említett értékelhetetlen útitárs társaságában. Amit tanultam ez alatt az út alatt a világról. 1. A Google Maps egy remek találmány, nélkül a pályaudvarról nem jutottunk volna ki. Na jó, de csak. Lassabban. 2. Talán elég pontos visszajelzés a nyelvtudásomról, amikor kb. 3 perce próbálom megértetni magamat angolul Londonban, majd megkérdik, hogy eszpanyol? 3. Elmondhatom magamról, hogy beugrottam a Buckingham palotába vécézni, ami egy nagyon drága, de tök menő dolog. És 4. Ezt az egészet túlagódtuk. De tényleg, annó karácsonykor, mikor megkaptuk a jegyet, konkrét álmatlan éjszakáink voltak, hogy úristen, most mi lesz, mi még sosem szerveztünk össze utazást, főleg nem ilyet, hogy fogunk egyáltalán boldogulni kint, aztán kimentünk, megnéztünk mindent, és srácok, ez csak pár város. Mármint nem, ezek a világ talán legszebb városai, ahol annyi élménnyel gazdagodtunk, amennyivel itthon egy év alatt sem. De értitek, a szállásfoglalás, az ottani tömegközlekedés, minden, amitől eleinte féltünk, igazából némi odafigyeléssel bőven teljesíthető dolgok voltak. Egyszerűen csak olyan dolgok, amikkel eddig sosem találkoztunk. A világ komfortzónánkon kívül eső részétől hajlamosak vagyunk félni, és emiatt nem belevágni valamibe, ami a legnagyobb gyökérség valaha, mert így a világ legjobb élményéből maradunk ki, új dolgok megismeréséből. És igen, az európai körút erre egy undorítóan extrém példa, ezzel én is tisztában vagyok, de a lényeget értitek, na. Úgyhogy nagyjából ez is lett volna ez a kis two-parter animáció úti vlog hibrid kaland, a következő videóban találkozunk. Ja igen, és még valami, annak örömére, hogy az animált vlog mint sorozat lassan egy éves ezen a csatornán, és annak örömére, hogy a legutóbbi kérdezfelelek óta gyakorlatilag megháromszorozottunk, tartanék egy újabb kérdezfeleleket. A kérdéseiteket nem itt, véletlenül sem itt, hanem az Instagramon egy poszt alatt tehetitek fel, aztán majd válogatok valami jót. Ja igen, és borzasztó módberekedtem. Sziasztok!